Kedves barátaim, szeretettel üdvözöllek benneteket. Van egy nagyon szép könyv, a Belső utazás a gyerekekkel című könyv a kezemben, és ebben találtam egy szellemtanhoz tartozó, a megbocsátásról szóló nagyon jó részt, és engedjétek meg, hogy ezt felolvassam nektek. Ez a megbocsátás ereje, hatalmas ereje. A megbocsátás valójában önmagunknak tett szívesség. Gyakran azt gondoljuk, hogy mások miatt vagyunk például önzetlenek vagy kedvesek. Ám abban a pillanatban, hogy megbocsájtunk, azonnal megérezzük annak a testi következményeit, a megkönnyebbülést, az ellazulást és a gyógyulást. Az afrikai Babemba törzs megbocsátásról alkotott hagyományos felfogása csodálatos tanulságul szolgált mindannyiunknak. Ebben a törzsben az a szokás, hogyha a falu valamely tagja megszeg egy szabályt, vagy valamilyen morális szempontból kifogásolható dolgokat tesz, akkor az egész falu összejön, hogy a jóvátételben részt vegyen. Az emberi szív értéke olyan nagy, hogy az egész közösség részvételét igényli. Minden férfi, nő, gyerek és öreg félreteszi foglalatosságát, és hatalmas kört alkotnak. A kör közepére áll a vádlott. Az először elkövetett igazságtalanság részletes ismertetése történik meg, miközben a bűnre fokozatosan fény derül, a vádlott meg csak áll a kör közepén, a csupasz vád teljes súlya alatt. Utána a törzs tagjai egyenként elmondják, hogy a vádlott milyen kedves dolgot cselekedett velük. Példákat, konkrét eseményeket felevenítve, nagyon részletesen leírják, hogy milyen nagyszerű tulajdonságokkal, erényekkel rendelkezik. Minden egyes jó cselekedetéről, nagy szeretettel és elismeréssel beszélnek. A szertartás néha napokon keresztül tart. Annyi időt szánnak rá, amennyire csak szükség van. Olyan ez, mint a szertartással a falu azt mondaná, amit tettél, az nem az, amit te igazán vagy, valójában te egy csodálatos lény vagy. A szertartás végén a kör felbomlik, a kör közepén állott, nyitott karral fogadják vissza a közösségbe. Nagy ünneplés zárja a rituálét. Amikor megbocsájtunk, akkor annak a lénynek az igazságával kapcsolódunk össze, aki az illető valójában. Felismerjük, hogy noha tette talán elfogadhatatlan, ám attól még mélyen belül csodálatos lélek. Vajon milyen hatása lenne a gyermekeinkre, ha mi is ilyen felvilágosult módon tennénk igazságot, egyértelműen megnevezve a hibás cselekedeteinket, hogy megértsék, milyen fájdalmat vagy kárt okoztak, vagy milyen veszélyes volt, amit tettek, és ugyanakkor emlékeztetnénk őt a nagyszerűségükre. Mi történne, ha több időt fordítanánk a jó tulajdonságok dicséretére, ha emlékeztetnénk őket a velük született belső szépségekre és jó cselekedetekre? Mi történne, az igazságszolgáltatásunk részét képezné, hogy összekapcsoljuk őket a valódi lényünk nagyszerűségével? Természetesen nem azt javaslom, hogy úgy tegyünk, mint a gyermekeink rossz cselekedetei nem számítanának. Nem szolgálna az érdekünket, ha azok fölött elsiklanának. Meg kellene magyaráznunk, hogy viselkedésünk miért volt ártalmas és mások számára fájdalmas. De ezt követően már el kell engednünk a megbántottságunkat, tökéletesen meg kell bocsátanunk nekik, és az idő nagy részét arra fordítanunk, hogy kapcsolatba hozzuk őket a lelkük tündöklő gyömörű gyémántjával, és ünnepeljük azt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne. Érdemes kipróbálni nem csupán a gyermekeinkkel, hanem házastársunkkal, szüleinkkel és a többi szeretetteinkkel is. Amikor kicsi voltam, a rendkívül bölcs és együttérző nagymamám gyakran uzsonnára hívott és közben filozófálgatott velem. Milyen hit az emberi lélek vele született méltóságában, és nem volt kétsége számára, hogy már egészen kicsi koromban megértem és követni tudom a filozófiai gondolatmenetét. Gyakran eszembe jut, amikor azt mondja, kicsim, óvatosnak kell ám lennünk, hogy mit keresünk a másik emberbe, úgyis mindig azt találjuk benne, amit keresünk. Tehát a legjobbat keresed benne, akkor a legjobbat találod. Na itt egy saját megjegyzés, ez tényleg így van. Hogyha van egy ember, aki nekünk unszimpatikus, borzasztóan negatív erővel nézzük őt, és mindent ki fogunk találni, hogy minél több negatív tulajdonságot találjunk meg benne, és akkor mondhassuk, látjátok, hogy ő ezért ilyen rossz, és egy terjesztük esetleg róla. Ha valakiben szerelmesek vagyunk benne, és nagyon szeretjük, egyszer elsiklik a negatív tulajdonságunk fölött a szemünk, és csak a jót látjuk benne, a szépet. Tehát azért látjátok, hogy ez mindig úgy szokott lenni, hogy eléggé olyan részlajulak vagyunk, és ezért nagyon fontos dolog az, hogy mindent két oldalról vizsgáljunk meg, és minden ember próbálja meg a szeretetnek az erejével vizsgálni, és ez a legbiztosabb dolog a mi számunkra.
Például egy egyszerű dolog, hogy, és ez nem is a megbocsátáshoz tartozik, hogy amikor házaspároknak tartok ilyen segítségkérést, akkor ugye nincs, hogy meghallgatom az egyik felet, mondjuk a feleséget, és akkor igazat adok neki. Egyszer meg kell hallgatni a férjet is. És érdekes módon két ellentétes igazságot hallok. És az aranyút körülbelül a kettő között van, de van olyan, amikor mind a kettővel közösen leülök és megbeszéljük ezeket a problémákat, és érdekes, még én sok esetben nem is lesz válás belőle, ugyanis meg lehet oldani a problémákat, mert kiderült, hogy ők egyszerűen csak elbeszélgettek egymás füle mellett. Na folytassuk akkor a tananyagot. Éles különbséget kell tennünk az ember és a viselkedések között. Életünk során rengeteg olyan dolog történhet, amely teljességgel elfogadhatatlan, test és lelki bántalmazás, nem erőszak, stb. Az ilyen viselkedés minden kultúrában elfogadhatatlan, nem hagyhatjuk jóvá a viselkedést. A belső utazás során a Bamenba törzshöz hasonlóan nemet mondunk a viselkedésre, de megbocsájtunk az emberi léleknek, aki elfelejtette a lényegének és természetének nagyszerűségét. Teljesen meg tudunk bocsájtani az embernek, miközben elítéljük a tettét. A gyerekekkel tett utazások során azt tapasztalom, hogy sokat tanulhatunk tőlük a megbocsátásról. Gyakran megbocsájtanak olyasmit, ami büszkeségből vagy magadságuk miatt mi nem tudunk elengedni. Kedvesen és ártatlanul elfogadják a bocsátkérést, majd megölelik barátjukat, kibékülnek és már szaladnak is homokozóba játszani, mint ami sem történt volna. A gyerekek könnyen megbocsájtanak és lelkileg gyorsan meggyógyulnak. Ide megint el szeretnék mondani egy pillanat, megszakítva ezt az olvasást, egy nagyon érdekes dolgot, ez velem történt meg még a 2004-es években. Volt egy adás, egy ismerősöm, ilyen szellemtannal foglalkozott, egy egyesületnek volt a vezetője, és később volt egy kis afférünk, és úgy belém akart kötni, és emlékszem rá, hogy 2004-ben András nap volt, és mondta, hogy jöjjek fel hozzá, hogy ünnepeljük meg az András napot. És mondtam, hogy pont délután meghívásom van egy ilyen helyre, úgyhogy ahol pont alkot fogyasztunk, úgyhogy nem is kocsival jövök, de utána akkor felmegyek hozzá, ó, mondja, szeretettel vár, és akkor beszélgetünk kettesbe. És akkor fogtam magam, ugye már kicsit ittam is előtte, meg kell mondani őszintén, mert buliba voltam, egy üveg pezsgővel felmentem hozzá a klubjába, hogy azt hittem, hogy ketten leszünk erre, kiderült, hogy csapdába csalogatott, és nem ketten voltunk, hanem egy úgynevezett pataki körnek volt egy szellemtani komoly találkozója, amit havonta szoktak tartani. És ugye ezt én természetesen még akkor Pataki Árpi bácsit nem ismertem, aki egy borzasztó, csodálatos, szellemtanos ember volt, és ember is csodálatos volt. Én nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon jó barátok is lettünk. Szegényként azóta már nem ért, pontosabban nekünk rossz, hogy már nem ér, mert sok tanítást átadott, neki már jó, mert csodálatos a világban van. És ugye természetes, hogy én felmentem, ugye ottan beszélgettem Andrással, hangoskodtam is, meg ugye látszott, hogy ittasan mentem fel. Ugye hát Andrásnak bejött a csapdába való dolga, hogy ugye sikerült bemutatni engemet ebbe az állapotba. Jó, én elmentem onnan, Andrással többet nem is foglalkoztam. Ami a lényeg volt az egészben, ugye, hogy mondom, azért Pataki Árpi bácsitól egyszer bocsánatot kellene kérnem, és összehozta a sors, ugye rá egy évre találkoztunk először, és onnantól kezdve már rendszeresen találkoztunk minden hónapban. Voltam, amikor nagyon sokszor leültünk együtt beszélgetni, közösen szellemtani dolgokról, sok munkánk összefonódott. És ugye mi volt az első, ugye, hogy Árpi bácsok mondtam, hogy elnézést kérek, és bocsánatot kértem, azért ugye, hogy ugye megzavartam ez a szellemi körét, ugye. És akkor mondja nekem Árpi bácsi, hogy furcsa volt akkor, hogy kisfiam, nem tudom, miről beszélsz. És én próbáltam magyarázni, hogy hát Árpi bácsi, tudod, hogy ekkor és ekkor egy évvel ezelőtt, vagy mikor felmentem hozzá, és ártatlanul, kisfiam, én nem tudom, hogy miről beszélsz. És akkor tanultam meg életem egyik legnagyobb leckéjét. A megbocsátás úgy lehet igazává tenni, vagy igazává, hogy gyakorlatilag meg nem történtté tesszük. Egyszerűen, mintha nem történt volna meg. És saját magunkba is helyre tesszük, hogy azt a dolgot, amit velünk szembe elkövettek sérelmet, mintha nem is történt volna meg, és igazi tiszta szívből csináljuk, és ezzel a másikat kihúzzuk abból a bajból, hogy a bocsánatot kér, és szégyelli magát esetleg, és ha meg nem történtévé teszem ezeket a dolgokat, egyszerűen csodálatosá válik minden, mindenki számára kiutat adunk annak, aki bocsánatot akar kérni, szégyelli magát esetleg, hiszen csodálatos dolog, ha valaki el tud jutni arra a szintre, hogy bocsánatot kérjen a másiktól, hogy egyáltalán felismerje, hogy neki valamiért bocsánatot kell kérnie. És a természetes dolog, ha én tőlem valaki eljutott arra szintre, hogy bocsánatot kér, meg kell tudnom bocsájtani, és a legeslegjobb dolog a meg nem történvé tevés. No, akkor nézzük tovább az anyagot.
A gyerekekkel tett utazások során azt tapasztalom, hogy sokat tanulhatunk tőlünk a megbocsátásról. Gyakran megbocsájtanak olyasmit, amit büszkeségből vagy magadságuk miatt mi nem tudnánk elengedni. Kedves és ártalmatlan elfogadják a bocsátkérést, majd megölik a barátjukat, kibékülnek, és már szállnak is a homokozóval játszani, mint ami sem történt volna. A gyerekek könnyen megbocsájtanak, és lelkileg gyorsan gyógyulnak. Ez direkt kétszer is felolvastam, mert ez nagyon fontos dolog. Elnézést, közben le kell kapcsolom a kamerát, meg visszakapcsolom, talán lehet látni majd a felvételen, de olyan helyen vagyok, olyan szép helyen, de sajnos sok sétáló van itt. Ha megbocsátás őszintén és egyenes, és nem kapcsolódnak hozzá rejtett indítékok és feltételek, akkor úgy érezzük, mint a friss szellő járná át a szívünket. Amint eldöntjük, hogy a szélnek keresztük a lelki fájdalmat, az a vádaskodás széljátékának is véget vetünk azzal, és könnyű léptű béke szegődik társunkul. Az őszinte megbocsátás közel hoz minket egymáshoz, és egyúttal a valódi kommunikáció lehetőségét is megnyitja. Néha úgy tűnhet, hogy valamit nem lehet megbocsájtani, hogy az adott esetben a fájdalom nem elegendő, hogy azon az igazságtalanságon nem lehet túllépni. Pedig a hajlandóak vagyunk a büszkeségünket szélne kereszteni. A hajlandóak vagyunk elhatározni, hogy fontosabb, hogy jók legyünk, mint az, hogy igazunk legyen, akkor a kegyelem hegyeket mozdít meg, és kitárja a szívünket, hogy segítsen meggyógyulnunk. Idézett Jack Kornfield, Megbocsátás művészete, Jóság és béke című könyvéből. És ebben az igaz történetben szereplő asszony hatalmas szíve mindannyiuk lelkét megnyitja, és a feltétel nélküli szeretet számára. És most jön egy csodálatos idézet. És akkor előadásunk végén ezt a csodálatos könyvbeli idézetet hallgassuk meg. Ez egy hölgynek a hatalmas szíve és a története. Egyszer Washingtonból Philadelphiába utazva egy színesbőrű férfi mellett ültem, aki korábban az amerikai külügyminisztérium alkalmazottjaként Indiába dolgozott, majd hazatérve fiatalkorú bűnözők rehabilitációs programját vezette Columbia választókerületében. A programban résztvevő legtöbb fiatal valamilyen bandának a tagja volt és embert ölt. Az egyik 14 éves fiú egy ártatlan tínédzsert lőtt le, hogy így bizonyítsa be a vagányságát a banda többi tagja előtt. A bírósági tárgyalás során az áldozat édesanyja csöndben és szemtelenül ülte végig az eljárást. A fiút elítélték gyilkosságért. Amikor a bíró kiirdette az ítéletet, az asszony lassan felállt, a fiú a gyilkosságra emelte a tekintetét, majd így szólt. Meg foglak ölni. A fiút elvezették, hogy a fiatal körülmények börtönében letöltse a több éves büntetését. Fél évre rá az asszony meglátogatta a börtönben a fia gyilkosát. A gyilkosság előtt a tettes fiú az utcán élt. Nemigen látogatta őt hát senki. Röviden elbeszélgettek, majd mielőtt az asszony távozott volna, néhány dollárt nyújtott a fiúnak cigarettára. Egyre gyakrabban kereste fel a börtönben a fiút. Ételt és kisebb ajándékokat vitt neki. Nem sokkal azelőtt, hogy a fiú a 3 éves börtönbüntetése lejárt volna, megkérdezte, mit fog csinálni, amikor kiszabadul. A fiú zavart volt és bizonytalan, így aztán az asszony felajánlotta, hogy segít neki elhelyezkedni a barátja cégénél. Majd megkérdezte, hol fog lakni. Mivel a fiúnak nem volt családja, ahova hazamehetett volna, felajánlott, hogy átmenetileg ellakhat nála a kis szobában. 8 hónapja lakott már az asszonynál a fiú, ette a főszét és dolgozott a barátja cégénél. Egyik este aztán az asszony beívta a nappaliba. Leült a szemközti fotelbe és várt. Egy idő múlva megszólalt. Emlékszel, amikor a bíróságon azt mondtam neked, hogy meg foglak ölni? Persze. Nos, megtettem. Azt akartam, hogy az a fiú, aki minden ok nélkül meg tudta ölni a fiamat, ne maradjon életben. Azt akartam, hogy az meghaljon. Ezért kezdtek látogatni a börtönben, és ezért vittem neked ezt-azt. Ezért szereztem neked az állást, és ezért hívtalak, hogy itt lakj. Így akartalak megváltoztatni. A régi fiú már nincsen többé. Ezért most, hogy már sem a fiam, se a gyilkosa nem él, megkérdezem. Akarsz-e itt maradni? Van nálam hely. Szeretnélek örökbe fogadni, ha elfogadod. És így lett az anyátlan fiúnak az édesanyja az az asszony, aki a saját fiát elvesztette. És ez a történet meghívás mindannyiunknak, hogy megnyissuk a szívünket az igazi megbocsátásnak. Isten áldjon benneteket, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ámen.